soft. Még több. Soft és szomlós hús. Soft és soft. Na most, hogy már elég sokszor hallottátok, és vizuálisan is megmutattuk nektek ezt a szót, ami nem más, mint a soft, el is mondom, hogy ez miért történt. Útjára indítunk egy új sorozatot, amelynek a címe, ahogy láthatjátok is, a Soft Király lesz. Én leszek a Soft Király, akinek tetszik, tetszik, akinek nem, nem. Ebben a sorozatban olyan igazi zsoltis ételeket fogok elkészíteni, kicsit zsírosabb, kicsit nehezebb, és a lényeg, hogy jó szaftos kajákat fogok megcsinálni. Az első étel igazából egy hétköznapi étel lesz, ami nem más, mint a sertéspörkölt, de azt gondolom, hogy ezt is kevesen tudják jól elkészíteni, és nem azt mondom, hogy én készítem a világon a legjobban, de azt szokták mondani azok az emberek, akik esznek a pörköltömből, hogy ez bizony tényleg egy nagyon finom pörkölt. És nem csak simán fogom elkészíteni, hanem felturbózom gombával és pirított krumpli gombóccal fogom tálalni, és szerintem a pörkölt nem pörkölt valami jó kis savanyúság vagy saláta nélkül, úgyhogy én egy tejfölös uborka salátával fogom tálalni. Én most ehhez az ételhez egy kis szalonnát fogok először lepirítani, és utána abban a zsírban fogom jó erősen oda kapatni a húst, majd a hagymát is. És annak ellenére, hogy szalonnát fogok pirítani, ami ugye önmagában már marha zsíros, én mindig teszek a lábasba vagy az edénybe plusz zsíradékot. Az a tapasztalatom, hogy sokkal szebben sül úgy. És akkor amíg szépen lepirul a szalonna, amit én mindig közepes fokozaton csinálok, hiszen ugye az a fő cél, hogy minél több zsír folyjon ki belőle és a külseje ne égjen meg, addig fölkockázom a húst. A húsnál az a helyzet, hogy sokan készítik a pörköltet combból, ami teljesen rendben van. Én sokkal jobban szeretem a lapockát, mert láthatjátok, hogy ez egy sokkal zsírosabb hús, és én, ha tetszik, hanem én szeretem a zsírt és a zsíros ételeket. Mivel a szalonna még nem jó, ezért a húst most átteszem egy tálba, és fölaprítom a hagymát is. Gyerek, a húsos deszkán vágja a hagymát! Igen, azért azon vágom, mert teljesen mindegy, hogy a deszkán érintkezik a hús a hagymával, vagy benne a lábasban, hiszen úgyis legalább 2 órát fogom főzni. Én mindig úgy készítem a pörköltet, hogy annyi hagymát vágok föl, ami ránézésre nagyjából megegyezik a hús mennyiséggel. De csak ránézésre, súlyra egyáltalán nem ugyanannyi. Nézzétek, milyen gyönyörű, szép aranybarnára pirult a szalonna. Lehet, hogy a forgatás alatt Boti kezére majd többször rá is kell csapjak, hogy ne egye meg. Most ezt a szalonnát kiveszem, és jól lepirítom a húst. Ami nagyon fontos, ugye a szalonnát azt közepes hőfokon pirítottuk, a húst viszont minél magasabb hőfokon kell, hogy frankó kis pörzsanyag képződjön rajta. Mielőtt elkezdem lepirítani a húst, ebből a zsíradékból veszek ki egy keveset, ugyanis ebbe fogom lepirítani a krumpli gombócot. Nagyon fontos a megfelelő edényválasztás, ugyanis nézzétek meg, hogy a hús nincs magasan, hanem szépen elterül az edény aljában. Most fogom csak megkeverni, ez egy jó másfél percet, de lehet, hogy 2 is pirult, ugyanis az a lényeg, hogy szépen megpörkölődjön a hús. Szépen lepirult a hús, sokan ilyenkor kiszokták szedni és külön pirítják le a hagymát. Én nem látom értelmét, aki akarja, csinálja úgy. Én most nemes egyszerűséggel hozzáadom a hagymát, és amíg ez pirul, fölvágom a paprikát és a paradicsomot is. És természetesen a fokhagymát is, amit majdnem elfelejtettem. Szeretnék nektek mutatni valamit, hogyha az edény alján ilyen és ehhez hasonló kis lerakódásokat láttok, az nem odaig, és eszetekbe ne jusson lecserélni az edényt, ez a jó, ez kell nekünk, ez majd szépen föl fog jönni. Ebben van a sok íz! Nálam nincs magyaros étel darált paprika krém nélkül, úgyhogy most azt is beleteszem, és beízesítem sóval, borssal, szerecsendióval, köménnyel, babérlevéllel, és természetesen piros paprikával. Most pedig jöhet a felöntés, a kavargatás, a víz folyamatos pótlása és a készre főzés. Ma kicsit ilyen feledékeny napom van, majdnem elfelejtettem a bőrt visszadobni. A szalonnával nem főzöm együtt, viszont a bőrt azt belefőzöm. Én a pörköltbe meg a halászlébe mindig dobok vagy cseresznyepaprikát, vagy ilyen chili paprikát, és aki szeretné, az amikor eszi, akkor szépen bele tudja nyomni a tányérjába. Nem tudom, mennyire halljátok, de megmutatom nektek.
csodálatosan rotyog a pörkölt, és amíg itt teszi a dolgát, addig én róla veszek példát, hoppá, és ez még rímelt is, nem direkt volt, úgyhogy nekiállok a krumpligombócnak. A krumpligombóchoz a burgonyát már feltettem főni, amíg ez megfő, addig megcsinálom az uborka salátát. Az uborka salátához az uborkát egy nagyon éles késsel vagy egy konyhai gyalúval hajszálvékony szeletekre vágom, lesózom, kinyomkodom a levét, majd ízesítem cukorral, ecettel és hozzákeverem a fokhagymás tejfölt is. A krumplit kiveszem a vízből, hagyom egy picit kihűlni, és majd a megformázott gombócokat a burgonya főző vizében fogom készre főzni. A krumplit áttörjük, hozzáadjuk a lisztet, a tojássárgáját, sózzuk, majd szép kis gombócokat formázunk belőle, és a vízben készre főzzük. Szinte kész, a krumpli gombócok főnek, az uborka saláta kész, de ugye azt ígértem, hogy gomba is kerül a pörköltbe, úgyhogy most azt jó alaposan lepirítom és hozzákeverem. Na, a gombócok ki is főttek, és ahogy ígértem, most jön a pirítás. Botika, egy picit állj hátrébb, légy szíves, ugyanis a gombócok most kerültek ki a vízből, van rajtuk némi nedvesség, és ugye közismert, hogy az olaj vagy a zsír és a víz azért annyira nincsenek jó barátságban, úgyhogy fröcskölni fog. Meg is vagyunk, jöhet a tálalás. És ne feledkezzünk meg ugye a szalonnáról sem. Láthatjátok, hogy hogy készítem én a sertéspörköltet, remélem, hogy meghoztam a kedveteket hozzá, és egy-két instrukciót meg is fogadtok és elkészítitek. Hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornáinkra, kövessetek minket mindenhol, Facebookon, Instagramon, TikTokon, ahol csak lehet, kivéve az utcán. Találkozunk még, sziasztok!